Hé, hey, milyen meccsek vannak máma? Olyan, Milán, Inter, a pénzemet vidd el. Ó, el is fogja vinni, hidd el. De meg a szagodat innen vidd el. A kódomat doffel van ingyen. De szálljál ki, mert mindjárt megmutatom, mi az a nigger. De dobd már fel nekem a kódomat. Ingyen. Hé, hey, Jöccse! Mondjad! De régen voltam már nővel. Aj, már fiúval is. Hallod? Mi van? De megdugnák egy jó kecskét. Megdugnád a kecskét? Meg is én kipróbálnám. Na takarodj innen. Hagyjál. Ki az a gyerek ott? Jaj, az a izé. Akinek eladtam a GTA CD-t, amit tőled vettem 6 ér, neki eladtam 15 000-ért. Hogy átbasztam ezt is? Ja, amiket találtam a kukába. Mi kukába? Mi? Ja, mi a... Behívnak érted, megírom a tesztet, leinterjúzok. Jó volt, minden, menjünk körbe, ott nézzük meg a munkahelyet. Körbe visznek minden, a végén meg bevágják, hogy te kell lesz, mert 3 ember kell. Hát basszátok meg, ennél nincsen munka lehetőség, azt itt van kóla, itt van sonka, minden. Munka meg nincsen, mert nem veszik fel az embereket. Drága kis kóla, már csak ennyi van belőle, mindegy, megiszom. Szoszi bátya! Szoszár, öcse, mi a helyzet? Mi a helyzet? Nem sok minden jöttem ide hozzád. Mi áradba? Hogy? Jöttem, nincsen valami kis vizet, hogy bár valami indi. Na? Oda voltam futni, tudod? Adom rá a kis testsúlyt. Nagyon szomjas vagyok, ki vagyok szomjas, vagy nyelve valamit. Hát nincsen semmi, látod. Hát csak semmi valami. Nincsen. Hát csadnák a volna, hát nincs egy deka inni valahom is, én is nagyon szomjas vagyok. Csak van valamit inni, hát... Mi volna, öcsem, mi lenne? Hát... Nem igaz, hogy nincsen helyi, meg valami meg tudnál vele kínálni. Mondom, pont rosszkor jöttél. Nincs ilyen sincsen kólád amúgy, én azt kívánom. Ó, öcse, én is nagyon kívánom már. És nagyon meg. Utolsó volna, ennyi csepp volna is odaadnám, ismersz, jó? Tudom én, de hát olyan szomjas... Hát utolsó cseppig odaadom, ha van. Jaj, de kövér vagy. Hát felszedtem egy pár kilót, egy tél van. Hát csak tél van. Nagyon meghíztál, more. Hát igen. Nézem csak mi a hasonló. Na, ne nyújtál, nem szeret. Csikis vagyok. Hogy olyan vagy, mint egy terhes asszony. Csikis vagyok, na már. Nézem a hasonló. Ne nyújtál már, te. Nézem a hasonló. Ne nyújtál. Menj már innen, te. Mondd a kóra! Adjál belőle egy bohára! Adjál már! Adj most, hogy sem kórámat adni ne! Szia, bátya! Szia, bátya! Szia! Szevasz, szöcsém! Nem, Brotyaszon, nem találtál egy ezrest? What? You to speak English? Mi? Mi van? Mit mondol? What is to speak English? English. Arra látod? Arra menjek? Arra van? Ha! Yes. Jó van, bátya, köszönöm, akkor megyek, most megnézem. Dick, a bolond még angolul se tud. nincs itt sem erre. De várjál már, előbb nem úgy köszönt össze a öccse. Hát akkor biztos nála van. Állj meg te! Állj meg! Ki ez? Bátya! Na, mi van? Kipróbálhatom a BMW-det. Eléri a károd a seggedet? Hát, mit mondjak? Jaj, hogyha megmondom az igazat, akkor biztos nem adja ide. Eléri, bátyám, eléri! Akkor baszd meg magad! Hé, hey, állj csak meg, te gyerek! Mi van, bátya? Mi van? Nézem csak azt a biciklit, nézem csak meg! Na, hát nézd, akkor itt van a biciklim. Nekem ez nagyon ismerős, ez az enyém volt. Ez a biciklim volt. De hogy volt a tiéd, hát én vettem. Add ide a biciklit, mert mit akarnak ezek a rendőrök is itten? Mi? A rendőrök is mit csinálnak, ott állnak benne a kocsiban, hát. Vigyázz, szép öcsé, menjél, hát nem, azt akkor... hiszed, bolond, viccelődök. Ja, vicceltél? Hát, menjél, öcse, ahol akarsz. Jó, van, menjél. Tudjátok én, hogy tettem meg a ti... Ja? Már vissza kell menjetek a iskolába, köcsög rabszolgát. Megszólalt, azt te neked meg az asszonyodhoz kell visszamenni, nyalogatni a lábát. Menjetek a iskolába, meg ki lesztek lökve onnan is. Menj a feleségethez nyalni a lábát. Rabszolgák! Akkor azt tudjuk meg milyen.
Na, mi a helyzet? Eszel te is? Hát, persze. Igen? Mit eszel? Na, ugyanaz, mint te. Ugyanaz? Biztos, hogy ugyanaz? Hát, nem magad. Nézem csak. Hát, ugyanaz? Tök ugyanaz? Pontosan ugyanaz. Hogy ne legyen ugyanaz? Megkóstolhatod? Hogy ugyanolyan nézője? Ugyanolyan nézi, minden ugyanolyan. Hát, nem viccelegyél már. Megkóstolom! Mondom, ugyanolyan, mint egy tiéd. Hát, én nem hiszem el. Ugyanaz, hát így a szemedet, hogyha nem ugyanolyan. Kóstoljam! Kóla! Kóla! Szereted? De, hát hogy nem már? Viccelődjön! Azért hoztam el egy poharat valamra. Azt hittem, hogy nem eszel, mondom. Nem kínáltalak volna. Mondom, hogy hát, hogy lennék már, ugyanolyanak. Kell az enyémből? Nem kell, de ott mi? Tudod? Okay. Jó, az enyém is. Nem lehet rácsavarni el. Kell az enyém, nem kell? Ugyanaz! Kóla? Hát, magamnak öntöttem. Hm? Mi az? Mit mondtál nem? Neked öntöttem. Ja? Jó. Bátyám, ott csak öntök, hát most mit érted? Kis ma... Jaj! Majonéz? Hát, majonéz. Szereted? Nem szereted ezt a régen? Nem szeretted, he? Hát nem tudom, mert nézd! Szereted? Majonézt is. Aha, biztos jó. Így mondod. Uh-huh. Ja. Mellé menni adtad hát. Besegítsek? Látom, nem kívánok. Ja. Most van tényleg meg. Nem. Megcseréljük. Nekem nem kell. Nem veszek már, hanem úgy két falatot akartam venni, csak befogyózok. Ja, hát akkor adjad, majd én megeszem. Paprikát vágjuk már paprikát? Hát, egy kicsit. Hát. Mmm, ez tényleg jó így. Ez is így, egy remorra teszem. Amúgy is akartam még szedni magamnak. Az ilyet, hogy szedjél már ott a lenni, mert én meg tudod, fogyózok. Igen. Tudod, én fogyókúrázok mostanában, tudod, új év, izé, új fogadalom. Öntöm még egy kicsit. Hely anyu! Ez a kövér gyerek állandóan elveszi minden nap az ítelemet, lejön ide, azt elveszi az egész ítelemet, mert akkor a fejem olyan kövér ez a csávó, mert nem hiszem el, hogy ki igazszó? Az iskolában az a dagadik kövér gyerek, mindig kötöztik. Jó, Petike! Mindig elveszik az ennivalóját! Mindig elveszik, hát, nem tanítom már meg, hogy vizé, ember legyen a talpán, ne! Vegyék el ennyi, legyél ember a talpadó, ember legyél. Jól laktál? Hú, nagyon jól laktam, képzeld el. Látom, hogy szerhesek. Együtt tettünk, együtt jó kajáztunk, mi? Jó, jó kajáztunk. Jó, hát nem? Menjünk van ott is mag. Jó, van, iskolában erős ember legyél, ne izé vegyék el ennyi valódat, ne legyél olyan izé kis papucs. Fú, erre kell hazajöjjek, hogy Irkának gyere haza enni, mert ott a nagylábos lencsó csak egy kis fél tányér maradt. Ezt most idegenből úgy beverem. Szevasz, öcskös, mi a pálya? Nem tán eszel? Aha, eszek. Ennyi van, de kell? Nem kell, öcsen, leülök már. Egyen nyugodtan, nem veszem én el. Szednék én nekem szívesen, csak utolsó, most itt van ecetet beleöntött. Ecettel? Hát, kis üzé, virsli, beleteszed el. Virslibe? Eszed, úgy van, hogy nem elég kis desszert, nem lehet. Igen, akkor megkóstolom, csak tudom. Meg, akkor, na hát egyet hát. Ja, csak megkóstolom, na. De nem veszem én ennem, olyan jó, család, tudod. Jó, legyed megfele. Kis virsli? Hát, nyugodtan tegyed bele, anyám kis csinálta. Kis virslit így bele? Csak hát ennyit hagytak egy izé. Amúgy szeretnék neked, de nagyon dagot, csak most ennyi maradt. Ennyi maradt, mi? Ecetet? Hát, én nem veszem. Ecetet? Jó mondom. Hát, kamázod. Ecetet? Én ecente lenném a húnya helyet. Igen? Kis ecetet tudod így bele? Csavard le. Ja? Így, kis cseppe. És ebben látom, van benne egy kis hús is. Van ilyen füstölt múlja. Jó, így szokta anyád megcsinálni. Persze, új év, új szerencse, új lencse. Nagyon jó. Holnap hozom a kis mennyecskét, új mennyecskét. Tényleg? Ne csináld már! Tegyed megfele, jó? Ízli? Legyél benne kis víslit. Kis víslit, te úgy ennéd? Hát persze, tudod. Mennyi víslivel szoktad enni? Hát most látom, ahogy, ahogy rád van. Úgy mondom én. Kanalazod, ott egyet a kis tarját, úgy mi a nyúlja. Nyúlja? Hát mindegy. Finom? Hogy ne lenne már finom? De várj, vigyem már csontos. Én... Csontos? De finom? Biztos finom, már nem ettem belőle. De jó, mert
Kell? Eszed? Én nem veszem el, tudod? Nyugodtan. Visszaadom. Nyugodt, most már nem kell, most menjed. Menjed! Nem kell én nekem a mamba. Vinyás vagyok, én is vinyás vagyok, öcsém. Belehettél már, hogy nekem már nem kell. Én is vinyás vagyok, ne ül. De jó, amúgy tudom. Igen, jó, csinálj. De most nem... Nem kell, már nem kell, most már. Nehogy utána az legyen, én elveszem ennivalódat. Egyed, megfelel már nekem, így már nem kell. Ne? Hát azok kinek kéne már jövő benne a csajtát. De jó, no, nem. Sütemény. Na, elveszek egy fanta szeletet akkor. Fanta szelet? Ha. Ó, de drága fanta. Az fanta. Mindegy, akkor eszek egy kicsit. Itt van. Jaj, tudod, de jó víz lesz, a jó só. Nagyon duká! Nem jó! Ez jó hossz! Hagyd már azt egyből is! De finom meg! Jó, hát menj! Így akar tenni! Én úgy szoktam, hogy a fanta szeletbe beleszúrom, azt eszem meg fele. Nézd is ide! Inni valód! Utolsó kóla. Utolsó kóla, nem veszem el? Így ad most már, ha már van azt is lesz. Biztos? Is. Hát most már mit finnyáskodjak? Itt meg ezt az utolsót, ne! Itt meg rá! Itt meg ezt a kis utolsó kólát! Itt meg nyugodtan! Na, nem, így ad akkor te! Nem kell? Na, jó van! Egy kicsit ezt még eszek. Hát figyelj, már elviszem már, így elvitt erre, hogyha... Nem vizé, ma út közben megeszem, visszahozom a tányit, ne figyelj! Mondjad! Majd akkor jövök, jó? Jó, majd ma visszahozom, ne figyelj a tányírót, túl vissza lesz minden hozva, jó? És eszetet is, mert tudod, én úgy szeretem. Tudom, Bratis, tudom. Na, majd jövök! Egyél akkor! Jó étvágyat! Köszönöm! Jó étvágyat! Köszi! Hely, ez a csávó, ne amelik, hogy azokban megeti, ez is megette tőlem utolsó kis lencsét. Még a fanta szeletet úgy vettem, mint hogy otthon lett volna, jaj, nem maradt nekem már semmi, a víslit is elvitte. Legalább vettem volna a víslit, a csípszemrű, meg a kólát is megitta el, ez a csávó. Sziasztok, boldog új évet! Sziasztok! Elsősorban szeretnék megköszönni, hogy megnéztétek ezt a videót, és ne felejtjétek 2024! Új év, új sorozat! Új sorozat a Csóró testvérek címmel a YouTube csatornákon, a Bionkon felbírtok iratkozni, és 6-ától indul... Állj meg, he! Honnan vetted azt a biciklit? Csóreltam! Csóreltad? Hát mit jelent az a csórelás? Hát csóreltam, tudod? Cibi. Loptam! Milyen loptad? Kell, átveszed? Hát honnan loptad? Fogadjunk, hogy loptad a biciklit. Olgassál már, ember alak! Kell, vagy nem? Nem mondjad azt, hogy loptad. Attól függ, hogy kit loptad, vagy hol loptad, mert loptad. Olgassál már, ócsón adom neked most itt jelenleg, ne magyarázzál. Lopta! Mindenki hallja, lopta, most mondom nektek, lopta, ellopta! Hallgass már, felzargatsz mindenkit, nem loptam! Csóreltam! Ja, csóreltad? Hát akkor adok hívni egy tízes bátyja! Eskős, igyad már! De hogy kell én nekem a rossz italod? Halljad, igyad már! Hagyjál malva! Igyad már, ne csináljad hát! Nem kell én nekem! Nem kell, mi? Nem is ott meg. Kell az, mint... Hagyjál már ebbe! Vedd onnan azt, nem kell neki! Nem kell! Hogy kéne már nekem ilyen szar? Én nem szokott ilyeneket írni. Nem szereti az én, csak a mennyiségi szereti. Utálom, mint a szart! Nem kell. Mi? Nem. Hey! Elkaptam az ütemet! Nem így kell, te borul! Akkor hogy kell? Még azt hiszi boxoló! Előre figyelj, mert eljött meg! Már régen így csináltuk, de most már! De kemény szakma ez a télapózás, mi? Hú, nagyon rá! Te mennyit kerestél? Én 3000-et, hogy te? Én 2000-et, meg egy ebédet. Ebédet? Milyen ebédet? Hát én leültem ott ebédelni, még téged kizavartak, mert te ijeszgeted a gyerekiket. Jó jártál! Ennyi. Istenkép. Mit csinálsz, bátya?
Hát, csak vásárolok egy kicsit. Már nem olyan, mint régen. Mert milyen volt régen? Régen anyám elküldött 100 forinttal. Vettem lisztet, kenyeret, vettem sót, cukort, élesztőt. Mindent, amit csak lehet. Mindent megvettem. Úristen, hát, azt ma miért nem bírod megtenni? Hát már sajnos fenn vannak ezek a fránya kamerák. Mi régen nem úgy mondtuk, hogy hajtsad már gyorsabban azt a biciklit. A szuntod él a Lali! Gyere már gyorsabban, hogy rohadjon le a két lábod! Hát miért nem bírod tekerni azt a biciklit? Hogy ne bírnám már tekerni? Na, akkor halladjál! Te bátya, na? Tudod, hogy oda voltam pár napig hegeszteni? Na? Jött egy jány, hogy ezért ki akarja próbálni a hegeszt és minden, mondom, hogy gyerek ide költöztessétek, vigyétek oda a jányt, ott állt a barátnője. Mondom neki, hé, te nem hegesztesz? Még azt mondta, ő nem hegeszt. Na, mondom, de akkor... hogy nem hegeszt, ezt megfogtam a kis kezét, húztam magamhoz, vittem oda be. Na, azt hegesztett? Ha, hegesztett. Azt legalább felöltöztetted, hogy ne igen, meg valami? Hát persze, hogy felöltöztettem volna, csak fel, vittem, öltöztettem, fetettem olyan kárba. Ez az, már vetkeztetni kéne, már lassan 20 éves vagy, nem öltöztetni a jányokat. Hát, szeretem én amúgy a telet is, de nincs nekem bajom avval. Akkor csak tudom, legyen tűzifa. Tűzifa? Hát a negyedikre te hogy viszed fel a tűzifát? Hát hogy vinném a kézbe? Jó, ilyen tűzifa? Hát! Hát így még én is szeretném a telet. Szerep fel! Szerep fel! Hé, csak kim van a külső, te ugorj le minden kiukat! Kim van a külső, te? De hogy van kinni ugyan szinten? Hát akkor hol lenne? Bent lenne, te bolond! Jaj, de jó kívánok, öccse, jó fejes kecskét! Mit mondod? Egy jó fejes kecskét! Mert te? Na? Hát eddig nem is nézett ki, hogy... Nem tudom, mi gyűl van. Menjünk, keresünk egy kecskét. Te? Hogyha nem esik szombaton az eső, akkor átjössz a pomlak segíteni a házba, ő kérdezte. Dehogy megyek. Nem jó, ha vett egy láda sört, he? Mi? Vett apum egy láda sört a munkásoknak, azt, hogyha nem esik az eső, átjössz. Megyek, hát, mert hogy nem mennék? Hát, de csak, hogyha nem esik az eső, hát ne esőbe. Megyek én esőbe is, hogy ne segítenék sógoromnak. Ha esik, akkor is jössz? Megyek, ha esik, ha hát, fúj, mindjárt... akad, megyek. Ja, akkor indulunk. Megyek, akkor felhívom apumat. Indulok, mondjad neki. Pecsoha! Na, mi van? Lejöttem hozzád. Na, mondjad akkor, mit a mindig megszavaz. Na, Menj már te fiú, nem bír csajozni, ne szégyenítsél engemet, öcsém! Hát tudnál csajozni, volt én nekem csajom? Hát mondjuk, nem tudok semmiről, nem hát, tudom, hogy ami baj van itt. Régen. Öcsi! Azt hallottam, hogy nekem császár voltál a csajozásnak. Bátyát, itt ott, Békés megyében, Borsod megyében, Zabaúz ebben, minden fele. Még Zabói szemlébe is. Mindenhol a nőket a gödörből. A földtéren, a sítrű, mindenhonnan összeszedtem. Mindig olyan labor voltam, sator. Utasd már meg a kocsotjám, mondd el kocsotjám! Mi a technika? Mi a praktika? Az ősi titkot árulja meg. Hát öcsédnek, te mosztod meg az ilyen titkokat. De nehogy azt szóljál! Akarod, hogy, azt akarod, hogy befassuk? Nehogy szóljál valakinek erről. Nem szólnál ki, hát mondjad majd mit kell. Egy titok van, egyetlen egy titok. Miért? Ami azt jelképezi, nem kell beveszülni, nem kell izének lenni, hogy be most egybe vagy beszélni, úgy. Aha. Tudod, mi a lényege? Aha, na mi? El kell engedni magad. El kell engedni? Elengeded magad. Ennyi az. Megyek, most megyek, most el fogom engedni magamat, elengedem. Na, ott akkor szépen. Mi van? Milyen csávó vagy te komám, he? Mi van? Lementem a csajhoz, he. Azt mondod, hogy engedjem el magam, mert te a tanácsot adod nekem a satorra, a lavorra. Na, igen, akinek még borsó szemből, vagy a új szemplébe is nője volt, azt mondta nekem, hogy engedjem el magam. Ha persze, hát mi? Azt akkor nem sikerült. Elengedtem magamat, el is lettem zavar, hogy elengedtem. Nem sikerült. Hogy sikerült, már mondom, még engedjem el magam. Hát mi, akkor veled van a baj? Hát mi, hát ahogy engedted el magad, hogy hogy engedtem el magamat? Hát így. Így. Így engedse meg magam. Na puszolsz így neki azonnal! Várjál, elmegyek a vécében, már nagyon kemény volt ez most. Ezt túlengedtem. Húú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 ú
itt van az a május, hogy anyák napja minden. Na most itt a másik utcában tartanak ilyen izét. Ilyen felvonulást, tudod, ilyen május, majális, tudod, vagy tudod mi az? Aztán anya vagy? Nem, az az anális.
De nem tán a kanár is. Az a majál is, nem? Na igen, mondjad. Nem, hogy jönnénk hazafele. Anyád is. Miről beszél? Mondom, bevennénk hazafele. Mit vennél te be? Bemennénk. Mit vennél? Mit csináltok? Most mi van? Hazafele bemennénk a majál is egyre. Mert anyák napja vagy. Én vagyok az anyák napja. Te mondtad, hogy anyák napja van. Hát május egy az anyák napja. Igen. A szeretet ünnepe. Nem. Anyukádnak az ünnepe. Érted, máj? Majál is? Igen. Majál is. Nem, hogy bemennék hazafele. De ki az, aki kajál is? Hát azért mondom, hogy menjünk, hát ennénk is. Ha úgyis van nálad pénz. A máma nem ettem még. Én se. Karál is. Anál is, de nem a majál is. Meg anyád is. Azt még megeszed? Nem, itt van kell. Te akarodjál, már innen dob ki, akkor mit piszkálod bele a fogadat? Hát dob ki már, mit játszol itt a kajával. Te bolond vagy, komolyan a legjobb része. Azt hiszed, azért kérdezem már, ezért nekem kell adni, dob ki innen. Kóstol meg akkor, e! Vigy innen, te büdös ló. De csúnya vagy, öcse! Jaj, de csúnya vagy! Miről beszélsz te? Hát te nagyon csúnya vagy! Mi, tudsz ilyetre? Jaj! Ruttad te! Tényleg ugyanaz vagy, mint az, te majom! Fúj! Egyszerűnnek! Megint meg! Nosszi, mole! De jó vagyok! Akkor már, ha mi van? Mi a helyzet? Semmi! Mit csinálsz? Eszel? Kell eszel? Mit eszel? A húsos szalonnal. Jól néz ki, jaj! Jól néz ki, jaj! Húsos, te! Egyél belőle akkor! Ott ha válj, akkor egy kis szelete! Na, ne levágom akkor! Ó, várj! Már itt van! Szív hús, nesze! Ez meleg van! Nesze, szív hús, ne! Bőrös, bőr nélküli, szív hús, egyed onnan egy jó esik! Na! Honnan vetted? Most hozták a telepről. Még friss. Egyed szépen. Jó, nem jó, nem jó. Nagyon finom. Jó, félre, mindjárt. Aha. Megkocsolom, helyesebbé a helyzetet. Fú, ez láthat. Beteg vagy? Beteg. Menjél is a beteg, menjél neki, ne fertőződött, menjél neki. Húha. Na, mi van? Oda voltam. Egyse már pohár körbe megfulladok, ha meghalok a... Ille, mi hókon voltál? Egyse már pohár körbe megfulladok, ha. Hát, gyere, akkor így ebbe kellett volna kezdjen. Gyorsan, öncsét már. Mi, azt hiszed, fültem? Te hogy fültem? Ah, már nem kapok. Öncsé még már egy kicsit. Nem fültem. Már nem kapok levegőt. Jó. Jó. Igyad! Nem kell, hagyjad, nem kell. Igyad! Te hogy kell én nekem a kóla? Előbb meg voltál fulladva szomjasságtól. De hogy szóval szoktam én szomjas tenni. Ja nem, hogy szomjas? Sem voltam szomjas, nem hogy vagyok én szomjas. Ha mit ülennék én szomjas? De hogy vagyok szomjas, nem kell. Nem? Megyek is inkább. Na. Majd megyek, majd beszélünk. Jó van. Egészségedre akkor. Na, én nem vagyok fiatős. Ú, de kívánom a jó birkát, tökse, de réged! Mi? Jó birkát, de szeretem én is a jó birkát, de megenném! Ú, de kívánom! Igen, te is régettél, mi? Aha! Na jó van, akkor menjél! Mi? Jó birka! Menj már innen, birka! Már nem úgy volt! Ej! Mit csinálsz, ember? Jaj! Te! Ha mi ez a bicikli? Hát nagyon komoly, ha megveszem a tiédeket a biciklit. Menj, mert ha megveszem, esküszöm neked, kifizetem most itt helyben a biciklidet. Meg fogom most venni ezt a biciklit. Nagyon bicikli? Faszal. Mennyi frizír tart ezt a biciklit? Neked? Őszintén? De csinálnod, de tényleg nagyon síjetek. Ne foglalkozz az idővel. Most akartam eladni egy 100-asért. Neked? Esküszöm, 80-os friheted. Gyors, most. 100 000. Mert gyorsba adom el. Ére 100 000 forintot? Hát ezek 500 000! Azt mondom, hogy odaadom 80-ba. Odaadom neked, csak most így, mert sírjetek, csak csinálj már valamit. 80 000 forinti nagyon sok! De, hogy sok, ne viccelődj már, neked! Na,
Jó van, mert tényleg komán vagy. 75. 75. Hát, ha 5000-t engedsz, hát nincs annyi a benzinpiz, mint amennyit én mentem. Hát akkor szállj előre, mert viszem. 75 ezer nagyon sok hely. Akkor menjél előre, mert viszem, mert most viszem el. Azok a rendőrök is mit fordulgatnak ottan? Mi? Ott vannak a rendőr kocsival, csak... vagy két kocsi rendőr. Vigyázz már! Ne, megveszem a biciklit, te vigyázz! Most vettem! Mit áll ott az a rendőr, Istenem? Adj ír, te akkor majd egy tízes! Benincsen már a píz! Nem, majd egy tízes ír, jó? Jó.